Hello mindenki, itt vagyunk a Photoshopban, és a következőkben egy kicsit átszínezzük ezt a fekete-fehér képet, de azért nem lesz belőle egy teljesen színes kép, csak egy duotón, vagyis ilyen kétszínű, kéttónusú hatás. Akármilyen fekete-fehér képpel megcsinálhatod ezt, de előtte azért ellenőrizd le itt az Image Mode menüben, hogy RGB Color van-e kipipálva. Ha Grayscale, akkor kattintsd át RGB Colorra, az a lényeg, hogy itt a Channels fülön a red, green és blue színcsatorna legyen meg. Kattintsunk vissza ide a layers palettára, vagyis a rétegeknek a palettájára, és rögtön első lépésként csináljunk két darab másolatot ebből a meglévőből. Ezt akár úgy is megteheted, hogy fogod ezt a réteget, lehúzod ide, de a Ctrl-J gomb megnyomásával is készíthetsz egy másolatot a meglévőről. Tehát van nekünk két darab másolatunk. A fölsőn vagyunk jelenleg, a következő lépésünk pedig az, hogy itt a Channels fülön kijelöljük elsőként a blue, vagyis a kék színcsatornát. Majd itt a Filter menüben kiválasztjuk az Other High Pass lehetőséget. Radius értéknek mondjuk ilyen 5 pixelt, vagy 5 pixelhez körüli értéket állítottam be, ez bőven elég, és oké. Okay. Már is láthatod, hogy milyen szépen elnyomta a kék színcsatorna színeit, erre is van szükségünk. Ez most jelenleg csak a felső rétegre vonatkozik. A következő rétegen megcsinálunk egy hasonlót, tehát a következőre kattintok, a középsőre, a csatornák fűre, és ezután a green, vagyis a zöld színcsatornára. És ezen is pontosan ugyanezt tesszük, tehát filter, other, high pass. Ezen szintén egy ilyen ötös értéket választottam. Aztán visszakattintunk az RGB csatornára, és látható, hogy mennyire eltolta a színeket. Hát mondjuk ez nekem egy kicsit sok már ez a zöld-lila eltolás, de hogyha visszakapcsolom a felső réteget, és elkezdem csökkenteni a láthatóságát, akkor nagyon szépen keveri a kettőt, és egy sokkal finomabb hatást érhetek el. A világosabb színeknél ilyen melegebb színhatást, a sötéteknél pedig egész hideget. Tehát valahogy így. És fel is készültünk a képpel, egész nyugodtan kísérletez, tehát itt még több réteget is létrehozhatsz, és egy-egy réteget kijelölve minden egyes rétegen csak egyféle színcsatornát tolj el, a fenti módszerrel, mégpedig a Filter Other High Pass-szel, de egyébként el is moshatod őket bármelyik blur parancsal innen. Tehát persze a legjobb mondjuk a Gauss életlenítés, úgyhogy bármelyiket elmoshatod, bármelyik csatornát, de minden egyes rétegen csak egy csatornát moss el, és azokat aztán később keverheted egymással. És a végeredmény egy duotón kétszínű kép lesz. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megnézte a videómat, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg, fel is iratkozhattok a csatornámra, és hogyha bármilyen kérdésetek van, azt tegyétek meg itt lenne a kommentek között, és a jövőben majd igyekszem megválaszolni őket. Sziasztok!